Jó reggelt kívánunk, ez már a Napindító Plusz, folytatjuk műsorunkat. Nem csak az EPR-rel fogunk foglalkozni, hanem a protokollal is, ugyanis nem is olyan régen nemzetközi protokollverseny volt, úgyhogy jön majd hozzánk Kaspár Ágnes protokoll szakértő. De akkor kezdjük Eper Márton kollégánk kedvenc gyümölcsével, ami stílszerűen természetesen az Eper mindig hangoztatja is nekünk. És hát elindult ugye az Eper szezon, nagyon jó az idei termés is, a szed magad helyeken lehet szedni a zamatosabbnál zamatosabb, ízletesebbnél ízletesebb gyümölcsöket. Viszont, ami nagyon fontos, hogy az eső nem tett jót azért az Eper szezonnak, hiszen például a Sopron környékén lévő Balfon kevesebb Eper termett idén, mint mondjuk tavaly, de hogy mi a helyzet egészen pontosan, ott már is megtudjuk Raffai Emőke kolléganőnktől. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a Napindító nézőit. Itt vagyunk Balfon egy Eper földön, körülbelül 2 hektáron művelnek itt epret, szed magad epret, pénteken nyitották a kapujukat, hogy milyen fajta is idén, milyen fajta terem, erről kérdezem Kovács Milánt, aki itt áll mellettem. Jó reggelt kívánok, milyen fajta terem itt Balfon? Kovács Milán vagyok, őstermelő Balfon. Körülbelül 20 éve kezdtünk el családi vállalkozásban epret termelni. A fő profil a szed magad eper, de leszedve is néha elérhető, úgymond. Ez egy lambada, fantázia névre hallgató eper. Nagyon sok munkánk van benne, az idei év az sajnos nehezen indult, nagyon sok rossz volt a rengeteg csapadék miatt, de ez a termés már úgy néz ki, hogy magunk mögött hagy, amit itt épp találtunk is, egy belelóg a vízbe, és ezáltal megromlik. Körülbelül még 2 hétig elérhető, tehát június közepéig, ha marad ez a szép korat nyári idő, ez a 25-26 fok, amit még a szamóca szépen elvisel. Az elmúlt évekhez képest mennyire rosszabb a termés idén? Említette, hogy ugye a csapadékos időjárás nem tett jót az epernek. Igen, sajnos nagyon sok csapadék volt. Ilyen már nagyon régen volt, hogy májusban körülbelül 10 nap alatt 200 mm eső esett, ami nagyon megviselt a növényeket, valamint minket is a gyomlálásba eléggé visszavetett. Mivel nincsenek alkalmazottak, csak mi család dolgozunk rajta, elég nehéz volt a nyitás, de most már úgy néz ki, hogy egyenesben vagyunk. Milyen folyamatok játszanak le egy eper földön? Mikor kezdik el a munkát? Igazából kora februárban, ha már rá lehet jönni, akkor elkezdjük úgymond a sorokat gépi erővel járni, a többit az pedig mind kézi munka, mivel itt nincsen se bakhát, se fólia, ez tényleg csak szabadföldi eperről van szó. Ha lemegy az eper szezon, lekaszálunk mindent, újra felrotálunk, valamint itt mellettünk van még a fiatal ültetvény, ami egészen késő őszig igényel úgymond gazolást, gyomlálást, majd olyan sajnos a rendkívüli időjárás végett, az ültetés az kicsúszott, eddig úgy volt, hogy augusztus 20-ig mindig el szoktuk ültetni a szamócánkat. Sajnos a szárazság végett, ez kitolódik szeptember vége felé, ami ugye nem túl jó a következő évnek nekiindulva, nem tud úgy a gyökérzet kifejlődni. Egy természetvédelmi területen vagyunk egészen pontosan, ez mennyire ad hozzá esetleg az eper minőséghez, illetve milyen fajta eper terem itt? Lambada fantázia névre hallgat az eper. Natura 2000-es területen vagyunk. Ez nagyon csodálatos, úgymond, itt lenni. És ez hozzáad egy, úgymond, egy garanciát, hogy úgymond bio eperként lehet bátran a gyerekeknek odaadni, mivel a mi gyerekeink is, úgymond, szeretnek itt lenni és fogyasztani belőle. Milyen jellemzői vannak az epernek? Ez nem az a nagy eper, ami esetleg ilyen felfújt, igen, vizesebb? Igen, ez nem egy felfújt, úgymond nem nincsen csöpögtető szallag, ez csak egy hagyományos, úgymond eper, szamóca, amit úgymond befőzni szörtnek kiváló, nem kirakatba való, úgymond, ezt tényleg fogyasztani érdemes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Milána, és akkor elmondom a kedves nézőknek, hogy érdemes még 2 hétig ellátogatni egy ilyen eperföldre, megkóstolni, hazavinni lekvárt, illetve szörpöt készíteni belőle. A szó a stúdióé.